A bíróné Károly Anita által vezetett digitális közösségi alkotóműhely bázisára várták a 6.-7. osztályt frissen végzett diákokat a Szakmázz velünk pályaorientációs táborba. Az eseményt június utolsó hetére időzítették, s maga kezdeményezés a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a DSC digitális közösségi alkotóműhely szervezésében jött létre azzal a céllal, hogy a pályaválasztásban segítse a fiatalokat, egy-egy szakma fortéjait, részleteit mutassa be az érdeklődőknek úgy, hogy közben játékos, jó hangulatú környezetben tölthették az időt. A táborban pedig 16 fő vett részt. Ez tulajdonképpen a Dunaújvárosi Kereskedelmi Iparkamarával közös táborunk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk mindannyian, hogy a gyerekek a pályaválasztáshoz támogatás segítséget kapjanak, mindezt úgy, hogy közben játszanak, ismerkednek a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskoláival, a szakmáival, és kapnak egyfajta önismereti visszaigazolást is, tapasztalatot szereznek, hogy melyik az a terület, ami őket nagyon érdekli, vagy melyik az a terület, amelyik egyáltalán nem érdekli, és oda talán nem kell mennie. Reméljük ebből lesz kevesebb, vagy legalábbis reális képet kaphatnak majd önmagukról. A táborban a Dunafer iskola szakmai programjával is megismerkedhettek a gyerekek. Fókuszban volt a villamos terület és a gépészet, illetve a közszolgálati terítéken volt. Gyakorlatilag elhozzuk játékos formában a szakmáinkat a gyerekek közé, hogy megismerjék, hogy igazából miről is szól a villamosipar, miről szól a gépészet, és hogy igazából, hogy mennyire jópofa manuális dolgokat lehet egy iskolában végezni, miközben mégiscsak elsajátítják a szakmának az alapjait, majd utána a magasabb szintjeit is. A gyerekek fogékonysága egészen meglepett minket is, és tényleg nagyon jól érzik magukat, és lelkesek, és tényleg játszanak azokkal a feladatokkal, amiket hoztunk nekik, ami nagyon jó így, mert jól érzik magukat, és tényleg remélhető az, hogy előbb-utóbb eltalálnak hozzánk, és miután megismerik így játékos keretek között a szakmákat, meg gyakorlatilag a szakképzésnek a lényegét, remélhető, hogy egyre többen választják a szakképzést. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara részéről Kőhalmi Kálmán nyilatkozott. Kiemelte, a programnak azért is van létjogosultsága, mert egyre nagyobb a szakember hiány, így a vállalkozásoknak is fontos, hogy sok szakképzett fiatallal találkozzanak majd a munkaerőpiacon. A területi kereskedelmi és iparkamarák már több mint 10 éve foglalkoznak pályaorientációval a kormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján. Hát érzékeljük azt, ugye, hogy milyen fontos a vállalkozásoknak az, hogy megfelelő szakemberek legyenek a munkaerőpiacon, egyre nagyobb a hiány a jó szakemberek iránt, és itt nem csak a kétkezi szakmákról beszélek. Természetesen, mivel ott a legnagyobb a hiány, igyekszünk feléjük orientálódni. Én azt gondolom, hogy a technikumok is egyre fontosabb területet képeznek. A táborban résztvevő fiataloktól is rendre pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagyon élvezem ezt a tábort, mert bepillanthatunk különféle iskolákba, és megnézhetjük, hogy miket lehet ott például tanulni, vagy hogy milyen szakok lehetnek. És segítenek abban, hogy milyen útra menjünk, de vannak jó társaságok is, és igaz, hogy én innen nem ismertem senkit, de most már mintha ide tartoznék. Az általános iskola végeztével a helyi és környékbeli fiatalok meg annyi szakma és foglalkozás közül választhatnak. Településünk oktatási intézményei széles szakmai palettát kínálnak, így jó eséllyel mindenki talál majd magának megfelelő képzés nyújtó intézményt.